Összeesett tegnap a kőolaj kurzusa. A VTI a napelei 53 dolláros szintről egészen 50 dollár közelébe süllyedt a délután folyamán. Ennek egyrészt oka, hogy a dollár erősödött az amerikai jegybankárok nyilatkozatait követően, másrészt viszont a heti olajkészlet adatok a vártnál jóval nagyobb bővülést mutattak. A 3 millió hordó helyett majdnem 10 millió hordóval bővült az amerikai olajkészlet, ez pedig ismét előhozta azokat a sztorikat az olajpiacon, hogy a túlkínálattól nem fogunk megszabadulni rövid távon. Ennek eredményeképpen ismét ellepték az eladók az olajpiacát, de nagyjából 50 dollár környékén stabilizálódott a jegyzés. Ennek az az oka, hogy itt húzódik egy trendvonal, hogy a grafikonra pillantunk, itt érdemes először beszállni, illetve visszaszállni majd a VTI kurzusába.